Sziasztok, ez itt a Metal Sziget, én pedig Fejes volnék egy újabb zenetörténeti videóval. A korábbi gigahosszú vaskos forrásanyaggal rendelkező nagyobb műfajokat bemutató zenetörténeti videók után szerettem volna hát ennek az ellenkezőjét, egy minél kisebb, talán még létezni sem nagyon létező mikrostílusról videót készíteni. A másik apropója a videónak, hogy többször hallottam már a jelen videó témáját adó kifejezést, de úgy nagyjából soha nem tudtam hova tenni, hogy mi is ez, vagy hogy létezik-e egyáltalán ez a műfaj, amit így annyian szoktak emlegetni, vagy annyi helyen már hallottam. A konkrét apropóját pedig a Lowland Fesztivál adja, ahol Kristóf Falcsa pislogtunk egymással, mint halasz szatyorban, amikor szóba került valamiért a zsáner, ezért akkor és ott elhatároztam, hogy kiderítem, hogy mi a bánat is az a war metal, mert hogy emeltek létezik egy ilyen mikrobifaj is, bár igazából még ez is kérdéses. Ennek fogunk most utána járni, de akkor kezdjük is. Mielőtt rátérnénk arra, hogy mi is az a war metal, talán kezdjük azzal, hogy mi nem az. Tehát ez például nem. Illetve ez sem az. Na de akkor mi az? Maga a war metal elnevezés a stílus témakészletére utal, azonban ezen zenei forma művelői ennél tágabb tematikai spektrummal operálnak, a háborún és nukleáris holokauszton túl idekeverve az istenkáromlást és egyéb okkult sátánista témavilágot. A legeklatánsabb példája ennek talán a Blasphemy, ami ugyebár blaszfémiát, tehát istenkáromlást jelent, vagy az Archgoat, azaz fő kecske, utalva a kecske, mint az extreme metalban elfoglalt sátánista szimbolikával felruházott állatra. Ebből a tematikai kulimászból adná magát a kézenfekvő elnevezés, ugye ez a Bestial Black Metal, amit egyébként helyenként, mint például a Wikipédia is, szinonimoként is használnak rá, míg máshol egy másik mikrozsánert jelölnek vele, ami így tovább bonyolítja az így is katyvasz tematizálást. Ugye láttunk már példát ilyen nagyon furcsa műfaj tematikákra, mint például a Pagan Metal vagy Dark Metal és hasonlók. Ott is egyéb hát nem feltétlen zenei kritériumok alapján válogatnak össze műfajt. Itt a war metalnál kicsit bonyásabb a történet, mert itt ennek egyébként van zenei vetülete is. És ha már itt tartunk, mifán terem is az a war metal? Műfaj taxonómiai értelemben a Wikipédia a Black and a Death Metal alá helyezi, ami lényegében a Black és a Death Metal keverék műfajának egy leágazása, tehát a Black and a Death Metalon belül egy szintén egy leágazás, amit más néven Bestial Black Metalnak is hívnak. Megint mások szerint ez egy black metal alműfaj, és így még adekváltabb a fentebb említett Bestial Black Metal elnevezés. A megfejtés talán maga a zene összetétele adja, úgyhogy nézzük is meg, hogy zeneileg tulajdonképpen mi is az a war metal. A war metalként önmagukat definiáló, vagy inkább a rajongók és kritikusok által használt jelzővel ellátott zenekarok zenéjének megvizsgálásához juthatunk közelebb a műfaj megértéséhez. Ugye itt három összetevőt kell megvizsgálnunk, a black metalt, a death metalt és a grindcore-t. Black Metal részről a sátános tematikán, az albumborítók és a ruházati és színpadképi külsőségeken és esztétikán túl magában a zenében az első vonalas black metal anyagok voltak hatással, mint például a korai In the Sign of Evil ízű Sodom vagy a korai Sarkofago. Kialakulásának történeti beágyazottságából kiindulva nem is lehetett volna ez másként, mivel a stílus a 80-as évek végére, a 90-es évek legelejére alakult ki. És a black metal után beszélünk egy kicsit a death metal gyökerekről is, a death metaltól a mélyrehangolt és gyors gitáros reszeléseket, az öblös gyomorhörgést kölcsönözte. Hatásként olyan formációk említhetők, mint például a Possessed, az Autopsy vagy a korai Sepultura. És a harmadik összetevő a grindcore-tól pedig ugye a dal struktúrát, a 2-3 perces dalokat, a sokszor 30 perc körül operáló rövid dalokból álló albumokat, a sample-ak vagy magyarul a hangminták használatát, illetve a hardcore-os ritmikát. Hatásként pedig olyan grindbandák emelhetőek ki, mint a Repulsion. Személy szerint én a Black and a Death Metal grindcore-ral kevert fúziós műfajaként definiálom a war metalt.
És mint ilyet, nálam talán a legextrémebb metal, vagy úgy egyébként magán a nagybetű zenén belül is a legextrémebb zene címét simán elviszi. A zeneileg problémásabb definíciónál talán valamivel egyszerűbb, ha egyéb jellemzők alapján próbáljuk lefedni a műfajt. Vagy legalábbis ez is szükséges ahhoz, hogy megértsük, mitől lesz ez külön kategória. Mivel a war metal lényegében 80-as évek extremitásának terméke, ezért szintén az akkor dívó extrém tematikák keveréke, ugye a háború, nukleáris holokauszt, bafomát, töltényöv, gázmaszk, szögesdrót, koponyák, stb. A borítók pedig a fekete, piros és fehér színekkel operálnak, és a fentebbi felsorolásból válogatnak maguknak témákat. Sehol a black metal hidegsége, atmoszférája, inkább sáros, lucskos, véres és szentségtelen, amolyan grind esztétikával fűszerezett darázs zene, habár néhol lassabb tempóra is előfordul például az Archgoat-nál vagy a Beheritnél. És hogyha már zene történet, akkor jön egy kis töri is. A war metal kialakulását az 1984-ben alapított kanadai Blasphemy nevéhez kötik, definitívnek pedig az 1990-ben megjelent Fallen Angel of Doom anyagát nevezhetjük. Hasonló zeneiséggel operál az 1989-es alapítású finn Archgoat, illetve a szintén finn Beherit első albuma, az 1991-es alapítású Brazil Goat Penis, mármint hogy mint kecske fasz, illetve az ausztrál szintéről pedig az 1984-es alapítású Destroyer 666, vagy az 1993-as Bestial Warlust. Igazából az elmúlt 30 évben sem változott olyan túl sokat a műfaj. Említenék pár kiadót is a teljesség kedvéért, akik adtak ki a műfajhoz köthető anyagokat, ilyen például a Nuclear War Now Productions, az Invictus Productions, a Hell's Headbangers Records, az Osmos Productions, vagy az Iron Bonehead Productions. És akkor összegezzük is az itt elhangzottakat. Összességében tehát a war metal egy első vonalas black és death metalból és grindcore-ból kikevert extrém műfaj, amely az összetevő stílusainak extrém témavilágát is elegyíti. A 80-as évek végére és a 90-es évek elejére alakult ki olyan zenekarok nyomvonalain, mint például a Blasphemy vagy az Archgoat, amely azóta sem nagyon változott és egy elég perifériális mikroága maradt a metalnak. Sokak szerint a megkülönböztetési létjogosultsága is kérdéses és csak felesleges műfaj atomizáltsághoz vezet. Tulajdonképpen a Blasphemy fajta kőbunkót rutymákos zene nyomvonalait követő zenekarok alkotják a szénát, de ilyen alapon a legtöbb műfaj is valamilyen úttörő zenekarnak a továbbfejlesztett kópiája, az a különbsége mondjuk, hogy itt egyébként fejlődésről sem igazán beszélhetünk. Mindenki döntse el maga, hogy ez egy létező műfaja vagy nem, nektek mi a véleményetek a kérdésről, létező műfaja a war metal, egyáltalán hallottátok-e már a kifejezést, és ha igen, ti hogyan írnátok le? A válaszokat lehet belülni kommentbe. Hát srácok, ennyi lett volna már a Metal Sziget, nagyon örülök, hogy végre sikerült egy újabb zenetőris videót is készíteni, még akkor is, hogyha a korábbi gigavidiktől eltérően ez egy egészen kis picike videó lett. A jövőben igyekszem az arany középutat megtalálni, a fél könyvtár feldolgozása és 50 oldalas disszertáció, valamint az 5 perces másfél oldalas mikroműfaj bemutató között, tehát valamivel rövidebb műfaj bemutatókra lehet számítani, mint az ezt megelőző, viszont ennél azért hosszabbra. Ja, és még valami, a jövőben nem időrendben fognak ezek jönni. Mármint úgy értem, hogy történetiség időrendjébe, különben soha az életben nem érnék el a metalhoz, hanem lényegében ahogy kedvem tartja. Szóval hasonló tartalmakkal a közeljövőben is érkezni fogunk. Ha van véleményed az elhangzottakkal kapcsolatban, dobj egy kommentet, kövess be a YouTube csatornánkat, Facebookon és Instagram oldalon is követhetsz minket, hogyha hosszabb üzit akarsz írni, akkor azt inkább Facebookon tedd meg. Én Fejes voltam a Metal Szigettől, hallgassatok sok metát, sziasztok!